Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát némi meglepetésre a mai videóban újra Volkswagen hivatalos modell gyűjteményezünk, ugyanis ugye 9-én kaptam meg a 11-12-es számot, és aztán most hirtelen küldte is a kiadó a következő 13-14-es számot. Érdekes, mert ő nem jelezte előre e-mailbe a kiadó, ugye e-mailben mindig szokott előtte küldeni értesítést, és egyszer csak itt termett, úgyhogy örülök neki. Nem tudom, hogy újságosoknál megjelente már a következő, nem tudom, ezt nem tudom, nem néztem utána, de így a minden esetre az előfizetőknek ez így karácsony előtt azért egy meglepetés. Na, nézzük is akkor, ugye ez a 13-as szám, ez a 1600-as, vagyis a 3-as típus. Ugye a 8. számban bemutattam ennek a férdehátú változatát, az 1600 TL-t, akkor egy nézőm írta is, hogy hát ő jobban örült volna a 3-as típusnak. Na hát és most akkor itt van, ez is megvan. Volt ennek még egy kombi változata is, hát reméljük, vagyis hát bizakodunk benne, hogy majd az is meg fog jelenni, és akkor itt teljes lesz ez a 3-os sorozat. Na, nézzük is akkor. Átlapozom az újságot, míg a modellt félre rakom. Nem fogom, most úgy döntöttem, nem lapozom végig az újságot, csak a modellel foglalkozunk. Na hát itt egy szép kis darab itt az újság elején. Váratlan kedvenc címmel indul a története, ugye 1965 és 1973 között gyártották ezt a konkrét modellt. 1961-ben jelent meg, ahogy itt írja, de itt egy kis apró elírás, hogy akkor még nem 1600-as néven, hanem 1500-as néven. Majd aztán 1963-ban kapott egy új motort, ezt követően 1500S-re változott a jele, illetve a neve. Itt a 45 lóerős motor helyett egy 54 lóerős dupla karburátoros motort kapott. Konstrukciójában ugyanaz, mint a Bogár volt, tehát boxer farmotor, hátsó kerékhajtás, jelöl a csomagtartó, de egy modernebb, hát akkori kor szerint modernebb karosszériával, szokták azt is mondani, hogy ez volt hát a tehetős ember bogara. 1962. februárjában mutatták be a variant kombi változatot. 1964-től az 1500S ugyancsak kapható volt már a gyengébbik 45 lóerős motorral is, és 1965-ben szintén átváltoztatták az 1500S-t 1600-ra a nagyobb motor miatt. Ugye 1584 köbcent is volt, és hát így, hogy jobban kihangsúlyozzák a motor, az új motort. Hát nagyjából szerintem ennyi, nem akarok róla sokat beszélni. Itt egy apró kis kép. Hátul lévő boxermotor, hátsó kerékhajtás felépítése olyan, mint a Bogári. Szintén kétajtós, de ötszemélyes, a csomagtér itt is az első fedél alatt van. Ezt írja a kép mellé. Itt a felső képen megcsodálhatjuk a hátul ugye a motor fedél, a motorház fedél közepén látható típus feliratot. És itt vannak a
típusai így fölül ezen a fekete-fehér képen, ugye a lépcsős hátú változat, a variant és ez a ferde hátú. A variant az időközben sokkal népszerűbb lett, mint a lépcsős hátú és a ferde hátú együttvéve, ugyanis a kombiból 1.203.000 darabot adtak el, míg a limuzinból és a ferde hátúból együttesen hát 1.334.000-et. Itt a motorról egy apró magyarázat, hogy elpusztíthatatlanul megy és megy. Ugye a szemben a bogár legendásan tartós motorjával, ez az 1500-es típus motornak gyakori hibája volt, hogy a harmadik henger dugattyúja besült, illetve gyakran letört a kipufogó szelep is. Ezt a hibát 1965-től sikerült orvosolni az új laposépítési boxermotorral, ettől már itt kezdve már ismételten tartósabb volt a motor. Egy mérsékelt fordulatszámon pörgött, 4000 fordulat per perc. És itt az alsó képen, itt alapalján láthatjuk a műszerezettséget. Itt ugye jóval bőségesebb műszerezettséget kapott a bogári, a bogárihoz képest, ami nagyon minimalista volt. Itt azért már sokkal jobb. Hát itt is láthatunk egy ilyen babakék, elég szép ebben a babakék színben. Azt mondja hozzá, hogy a bogár után feljebb lépő vevőknek jó opció 3-as típus, az 1,6 literes 54 lóerős motor 4 évvel később jön, és az 1,5 literes 45 lóerős lovassal párhuzamosan kapható. Tehát a sima 1600-asba szerelték a régebbi 45 lóerős motort, és az 1600-t viszont már az új 45 lóerős motorral szerelték, de az 1600-asat is lehetett valóban kapni az 54 lóerős motorral. Műszaki részlet, ugye a hátsó tengely, az egy ferde lengőkaros felfüggesztés volt. Ez ugye egy háromszög alakú lengőkar volt, ami össze volt kötve a kerékaggyal, és így a karosszériához, vagy a segédkerethez volt rögzítve. Az első tengely pedig egy Ferdinand Porsche fejlesztés, volt ugye a kettős lengőkar. És ugye itt láthatjuk ugye az alvázat, a bogárnak az alvázát. És akkor itt el is érkezünk itt a történet végéhez. Itt azért még pár érdekes dolgot kiemelnek. Műszaki adatok, ezt így megmutatom. Ennyi, akkor hát úgy döntöttem, hogy nem lapozom tovább az újságot, mert ez nem lényeg szerintem. Vagy hát aki szeret olvasni, az majd a sajátját úgy is elolvassa. Nézzük is a modellt, szerintem ez érdekesebb, erre mindenki kíváncsibb. Nagyon szép modell. Nagyon szép a színe, jól néz ki ez a hát ilyen olajzöld szín. És azt kell mondani, hogy gyönyörűen, szokás szerint gyönyörűen, részletgazdagon ki van dolgozva. Nem tudom, hogy ha kapcsolok vakut, akkor jobban látszik-e, talán jobban. Tehát szépen ki van dolgozva, részletgazdagon, a kerék is
Itt most szép a kerék is, meg vannak a lyukak is, középen ugye az embléma, annyira tiszta krómozott, de ez nem érdekes. A beltér az ki van festve, csak az ülések vannak barnára megfestve, minden más fekete, illetve a kormánykeréknek a közepe van megfestve, és ahogy nézem, a műszerek is meg vannak festve, vagy fel van matricázva. Hát nem tudom, na talán így valamennyire ráfókuszál, valamennyire remélem, hogy látjátok. Tehát szépen ki van dolgozva a beltér, és látszik az ajtókárpit is. Szépen a kilincs, az ajtó behúzó, könyöklő, ugye, az ablaktekerő, minden szépen gyönyörűen megvan. Nagyon szép. Tükör. Jó, nem, azt hittem, hogy a belső fele el van látva a tükörlappal, de nem, tiszta krómozott a tükör. De minden megvan. Viszont a belső tükörnek megvan festve a belső fele. Nagyon szép, gyönyörű. Hátsó lámpa is teljesen rendben van. Középen ugye a típus felirat. Hát gyönyörű. Tényleg csodaszép modell. De hát úgy látszik, hogy ennél a sorozatnál ez már el is várható, hogy ilyen szépen ki legyen dolgozva. Tényleg minden megvan rajta. Na, nézzük akkor még az alját meg. Itt most megint egy csavar fogja. Könnyen le lehet csavarni. Már lent is van. És így néz ki az alja. Hát ugye szokásos, különösebben nincs túlzásba véve. Szokásos, ugye kipufogó lap szürkére meg van festve. És akkor így ennyi. Tényleg nagyon szép. Szépek a kerekek. Kicsit talán az bántja a szememet, egy nagyon csöppet tényleg, hogy tisztára, tiszta, ugye krómozott. Szebb lenne, hogyha csak a maga a dísztárcsa lenne krómozott, de egyefene ennyi bőven belefér. Az ablakmosó spritzni is meg van festve. Volkswagen embléma. Nagyon szép. 1970-ből van ez a példány. Itt volt, itt már ugye kívül volt, kívülről lehetett, azt hiszem, ez, ha jól emlékszem, 1968-tól módosult ugye ez a külső üzemanyag betöltő nyílás, itt már nem kellett felnyitni a motor, a csomagtérfedelet, ahhoz, hogy tankolni lehessen. Úgyhogy ennyi ez a modell. Remélem, hogy tetszik így ez a bemutató. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve írjátok meg a véleményeteket, hogy jó ez így, hogy nem lapoztam át teljesen az újságot, vagy kíváncsiak vagytok a másik felére is. Na hát ennyi lett volna szerintem ez a videó. Nem akarok elhúzni a videókat, megpróbálok így ebbe a 10-15 percbe beleférni. Tudom, hogy senki nem szereti hosszú videókat, illetve ismerem ezt a, hát úgymond íratlan YouTube-os videós szabály, hogyha egy videó 10 percnél hosszabb, azt már nagyon kevesen nézik végig. Szép a beltér, nagyon szép. Most így talán jobban ráfókuszál, tényleg gyönyörűek az ülések, szépen meg van festve. Nagyon szép modell. Megéri a zárát bőven, azt hiszem. Remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Na hát ennyi lett volna az a videó. Jövök majd a következő bemutatóval. Sziasztok!